Kedves nézőink, Önök az Ismerős látják a Pannon televízióban, kihelyezett stúdiónk helyszíne pedig Pécsett a Tudásközpontban található Csorba Győző könyvtár. Vendégen pedig Székely László, költő, Kazinczy érmes, előadó művész, akit nagy szeretettel köszöntök itt ebben a kis kihelyezett stúdióban. Találkozásunk apropója pedig az, hogy jelen pillanatban Pécsett az Apáczai Művelődési Központban található egy kiállítás, Kárpát körút 777 címmel, a történelmi Magyarországon történő utazás versben, zenében. Aki ezzel még nem találkozott, először hallja ezt, mivel lehetne becsalogatni? Mi az, ami olyan motiváció lehetne igazából, hogyan kell ezt elképzelnie? Azzal kezdeném, hogy egy formateremtő műsoros kiállítást alkottunk. Ennek a kiállításnak az apropója a 63 vármegye. A 63 vármegye, amely fontos ma is minden ma élő magyar számára, mindenki szívesen emlékezik rá, de ilyen típusú kiállítást még biztosan nem látott róla, hiszen itt 19. századi vármegye térképeket láthatunk, mind a 63 vármegyéről, Gönczy Pál híres pedagógus és térképész rajzolta ezeket a 19. század vége felé, 1883 és 90 között, és ezeket a térképeket versikék egészítik ki, mégpedig 18. századi versek és 21. századi versek. Egyiket sem én írtam, a 18. századiakat Losonczy István, aki a Hármas kis tükör című elemi iskolai oktató könyvben jelentette meg őket, a 21. századiakat pedig Fogarasi Attila, pilisvörösvári magyar költő, aki egészen más, mai történelem, modern történelem szemlélettel limerikeket írt minden vármegyéről, és egy rendkívül izgalmas egységbe kerülnek ezek a régi, modern versek és az archív térképek. Természetesen én sem maradhattam ki belőle, ha már kitaláltam és szerkesztettem, saját versek is kerültek bele, ezek pedig nagyobb lélegzetű történelmet idéző költemények, és még egy nagyon fontos térkép, Magyarország 1880-as etnográfiai térképe, mert nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy abban az időben, amikor az a folyamat, az az erjedési folyamat elkezdődött, amelynek következtében Trianon szétszakította Magyarországot, a 19. században már nagyon sokféle etnikum, nagyon nagy népességszámban élt Magyarországon, és ezek a nemzetiségi törekvések akkor megindultak, az önállósodási nemzetiségi törekvések, és azért tartottam ezt fontosnak, hogy megjelenjen ez a térkép is, mert így egy kicsit másképp, egy kicsit korszerűbb történelem szemlélettel tekinthetjük meg ezt a kiállítást. Nem csak az örök magyar fájdalomnak kell bennünk élnie, hanem egy korszerűbb gondolkodásmódnak is, és ezzel együtt annak az örömnek, hogy ezt a 63 vármegyét első királyunk hozta létre, és ezer éven át alakultak, fejlődtek, fejlesztették őket az őseink, és most is nagyon sok élményt, nagyon sok örömöt jelenthetnek mindannyiunknak. Hát erre szeretnénk a kiállítással ráirányítani a figyelmet. A motivációt adó Hármas kis tükör, 18. századi kiadvány, tulajdonképpen nem könyvtári könyv, ez úgy tudom, hogy valami családi örökség. Ki volt ilyen érdeklődésű, vagy ilyen sokáig megőrizni, hogy lehet egy ilyet? Hát sokan voltak ilyen érdeklődésűek a felmenőim között, mert például a egyik felvidéki dédapám a galántai első három tantermes iskolának a vezető tanítója volt a 19. század végétől. A nagypapám, ja, és ez a dédapám színműveket is írt, újságot is írt, és irodalmi kötődései voltak széles körben. A nagyapám népszínműveket rendezett, és valahogy ez így továbbment. A könyvek szeretete az általános volt a családomban, és most, mint egyedüli gyerek, én örököltem
egy hármas kis tükör példányt, ami még a szépapámtól származik. Ez csodálatos, ez egy nagyon nagy érték, és úgy látom, hogy nem csak a kiadványt sikerült örökölni, hanem egyfajta érdeklődést, elhivatottságot, tehát az egész családnak benne van a vénájában ez a fajta művészi, irodalmi, akár a színházzal kapcsolatos érdeklődés is. Én úgy tudom, hogy korábban a Pécsi Nemzeti Színházban is dolgozott rendezőként. Mi is ennek a múltja? Ennek a múltja... Magyar népművelés szakos diplomát szereztem, és az utolsó években már nagyon erőteljesen érdeklődtem a színház iránt, sőt, hát sokkal korábban, már gimnáziumból a Széchenyibe jártam Pécset, rendszeresen jártam negyedikes koromban főpróbákra, akkor még be kellett kéreckedni, de voltak ilyen hozzám hasonló gyerekek, akiket beengedtek, látták az érdeklődést, és szakdolgozatot írtam a Pécsi Nemzeti Színház történetéről és tevékenységéről, és szinte magától értetődött, hogy fogok diplomaszerzés után oda jelentkezni, dolgozni, és jelentkeztem is, és rendezőasszisztensként működtem ott egy ideig. Azt persze, a színházi kötődés az nem változott, az nem volt azóta sem, és valójában az irodalmi kötődés, az pedig mindenkinél kisgyerekkorban alakult ki, nálam is. Nagyon szerettem hallgatni a meséket, a családi legendárium szerint még óvodás sem voltam, és már rigmusokat fabrikáltam. És hát persze az irodalomtudomány egyébként is később aztán komolyabban kezdett érdekelni, ezen belül a verstan, és bármilyen területen is jártam az életben, bármilyen más dolgokkal is foglalkoztam, a könyvektől sosem távolodtam el. Volt, hogy a versektől igen, ez időszakos volt nálam. A Kárpát körúthoz, hogy a kiállításhoz és a vele azonos című korábban megjelent kötethez is kapcsolódjam, ahhoz a feleségem révén kötődöm. Nagyon érdekes ez a családban, ugye említettem a Galántát, tehát a felvidéki származást. A feleségem Gönczi Andrea történész, ő pedig kárpátaljai. Olyannyira fontosnak tartottuk ezeket a kötődéseket, ezeket a gyökereket, hogy az egyházi esküvőnket a Vereckei Hágón, a honfoglalási emlékműnél tartottuk például. Azt mondják azóta, hogy nem is volt azóta sem egyházi esküvő, pedig én úgy érzem, hogy jó példával szolgáltunk, és ebben nincs semmi különös magyarkodás. Ez egy teljesen természetes dolog volt. Egyébként az a feleségem ötlete volt akkor, hogy ott házasodjunk meg, és volt is neki lelkész barátnője, aki vállalta ennek a szertartásnak a levezetését. Hát ez azóta is egy olyan élmény, hogy újabb és újabb ötleteket, inspirációt adhat, de az első versemnek az inspirációját is ez az aktus adta. Kárpátaljáról írtam egy hosszabb lélegzetű verset. Nagyon egyszerű, Kárpátalján körutazván ez a címe, és egy olyan földrajzi utazás, amiben a magyar történelmi emlékeket, helyszíneket, történelmi személyiségeket említem meg. Persze nem kell nagyon komoly formára gondolni, mert szeretem a játékos dolgokat a versekben. Azt szoktam mondani, hogy én hagyományosan klasszikus költő vagyok, nagyon szeretem a feszes ritmusokat, a tiszta rímeket, és egyáltalán a hagyományos költészeti eszközöket, de ezeket nagyon izgalmasnak tartom változatosan használni. Nehogy megunja valaki egy 250 soros versben, hogy ugyanazt skandálom, mert az a 19. században nagyon menő volt, hát a 21. században olvashatatlan és hallgathatatlan. És az utóbbi számomra azért is fontos, mert nekem nagyon sok visszajelzést ad a közönség, hogyha előadást tarthatok, már a tekintetekből újra és újra épülök, erősödöm sokszor, néha egy kicsit megijedek, mert a komolyabb verseknél, vagy a hosszabb lélegzetű verseknél olyan figyelmes, annyira komoly arcokat látok,
hogy azt gondolom, hogy unalmassá váltam. De utána mindig kiderül, hogy ez nem igaz, csak annyira figyeltek, annyira koncentráltak, hogy akkor, amikor 222 földrajzi név elhangzik egy versben, hogy nehogy valamit kihagyjanak, vagy valami fontosat ne halljanak meg. Ez az egész Kárpát körút így indult. Tehát az esküvő utáni Kárpátalja verssel, meg tudom mondani pontosan, 2011-ben írtam azt a verset, és 2012 egy fontos évforduló volt a számomra. 50 évvel korábban, 3 éves koromban jártam először a felvidéki rokonoknál. És azt mondtam, hogy ha Kárpátaljáról ilyen átfogó verset írtam, akkor nekem erre az évfordulóra meg kell örvendeztetnem a felvidéki rokonaimat és a még élő családtagjaimat egy felvidékről szóló verset. És ez a 222-es szám pont a felvidékben van, 222 földrajzi név. Jó hosszú vers. Kipróbáltam akkor a családban, nagyon illendőnek tartották, és nagyon odaillőnek ehhez az alkalomhoz, és utána kipróbáltam persze közönség előtt, és ott is működött. Amikor ezen a két versen túl voltam, azt mondtam, hogy hát a Nagy Erdélyről, Délvidékről, a Kisvárvidékről, hát mindenről kell most már írnom, és bennem is volt ez a vágy. És szépen lassan néhány év alatt megszülettek ezek a verseim. Naponta születnek írások egyébként? Nem. Hogy van ez önnél? Ugye minden költőnél másképpen zajlik-e, valami inspirációnak kell érkeznie, igen, vagy csak egy igen, hangulati tényező? Hogy van ez? Hát a hangulatok inkább a könnyedebb versekhez adnak nekem inspirációt. Például, hát mindig a legtöbb élmény otthon ér. Van egy kis kerti tavunk, és a feleségem megkérdezte, hogy vajon miért nincs a szegény kis halaknak kezecskéje? Ugye ott a kis piros halak ott tátognak és kapkodnak a rovarok után. Elgondolkodtam rajta, és írtam egy gyerekverset. És így, tehát ilyen apróságok, vagy láttam egy békát beugrani a tóba, és akkor a békák életéről és a gólyák okozta életveszélyről, arról is írtam egy gyerekverset. Vagy például egy Kodály központi koncert után egy gyerekverset írtam egy olyan kisfiúról, egyes szám első szemében, aki életében először jár hangversenyen, és pont ebben a hatalmas nagy Kodály központban, és ott meglátja a különleges hangszereket, hogy mit csinál a karmester, és egy nagyon vidám, játékos vers született belőle. Tehát ilyen apróságok is adhatnak inspirációt. A komolyabb versekhez, ahhoz pedig inkább a tapasztalat, a magánbeszélgetések, a különböző sajtóhírek, hát, és újra és újra visszakanyarodok ehhez a témához, mert éppen ma reggel olvastam egy kárpátaljai online médiában, hogy a kárpátaljai magyar tankönyv kiadást most már egy tolvonással teljes egészében megszüntették. Ugye mindenhonnan halljuk a határon túli magyaroktól, a felvidéken már a szakemberek hosszú-hosszú évek óta kongatják a vészharangot, hogy a magyar oktatásnak vége lesz, hogyha ez így folytatódik. És így tovább, tehát körbe mehetnénk a történelmi Magyarországon, és akkor ilyenkor mindig eszembe jut, hogy nekem, mint a határon túli magyarsághoz ezer szállal kötődő költőnek és előadónak, azt ugyanolyan fontosnak tartom az életemben. Kutya kötelességem, hogy foglalkozzam ezzel, hogy az anyanyelv ápolásban, hogy az együvé tartozásunknak az érzésében segítsem őket, hogy pluszt adjak, hogy erőt adjak. Ezért is nagyon szeretek határon túli magyarok körébe menni, előadásokat tartani. Hát és a Kárpát körút versei mind-mind erről szólnak, és sajnos, ha nem is minden nap, de nagyon sok alkalommal érkeznek olyan hírek, amik erre sarkallanak, hogy ilyen gondolattartalmú verseket írjak. Úgy tudom, hogy az orosz irodalom iránt is elkötelezettséget érez. Hogy van ez önnél? Igen, ez megint egy nagyon izgalmas fejezet, erről is hosszan beszélgethetnénk.
Hát az orosz művészetet nagyon nagy stílűnek tartom, és nagyra becsülöm, tehát történelmi távlatokban. Sajnos az orosz nyelvet nem sikerült megtanítatni velem 10 év alatt annak idején a tanáraimnak, amit most sajnálok, mert hát valamikor jártam ott egy hónapot még Leningrádban építőtáborban, akkor sajnáltam először, az 79-ben volt, és azóta írok, elsősorban vidám verseket írtam, azután pedig az elmúlt években dalok is születtek, ugyanazzal a Fogarasi Attila barátommal, aki ezeket a limerikeket írta. Nagyon jó zeneszerző is, és vele közösen dalokat írtunk az én moszkvai élményeimről. Ebből született egy Vászka az Árbáton című monodráma, amit már elég sokszor sikerült előadnom. Tele van édesbús költeményekkel és dalokkal, de itt is, tehát a történelmet is érintjük, az orosz történelmet ebben az esetben természetesen, illetve hát Gogoltól Puskinon át, Csehovon át egészen a mai korokig, és hát azt elárulhatom, hogy Pityeri Vászka az én alter egóm. És mint egy a saját énemmel szembesülök a Moszkva Montmartre-n az Árbáton, tehát ez egy nagyon érdekes kis történet. De hát ezen kívül mást is írtam és fordítottam, Puskin verseket is fordítottam, csak úgy próbakép, hogy milyen dolog hozzányúlni. Persze hát az előbb elárultam, hogy nem beszélem és nem értem jó. Egy kicsit értem az orosz nyelvet, pár száz szót tudok, de az kevés ehhez. Szerencsére a feleségem nem csak történész, hanem oroszul is kitűnően tud. Oroszországban is végzett kutatásokat, ahhoz kell a nagyon magas szintű nyelvtudás. Próbálta tanítani önt oroszul? Nem, hát az kizárt dolog. Hát nem is gondolt rá. Nem is gondolt erre, és én sem. Ellenben kitűnő nyersfordításokat készített, és készít ma is. Tehát akár versről, akár dalról van szó, mindig ő készíti nekem elő az anyagot, ami azért is izgalmas, mert nagyon precízen fordítja a szövegeket, és akkor, amikor például este nekiülök az egyik szövegnek, mert olyan hangulatom van, akkor megkérdezem, hogy ezt esetleg így vagy amúgy érthette-e a költő. Igyekszem visszaadni az eredeti gondolatokat és hangulatokat, de hát mondjuk Szabó Lőrinc óta tudjuk, hogy a magyar költők a műfordításban hajlamosak voltak kiteljesíteni saját magukat, és egy idő után nem sokat törődtek, csak inspirációnak használták az eredeti költeményt. Én nem így vagyok ezzel, megpróbálom visszaadni az eredetit. Természetesen viszek bele színeket, és a saját lírám világával ötvözöm, és azzal gazdagítom. A legtöbb orosz fordításom az Alexej Fatyanov verseiből és dalaiból született, hát az sem olyan sok, 15 darab, és mind dal. Volt, amelyik versként íródott, és aztán lett dal. Fatyanov 100 éve született, idén 100 éve, egy színészköltő volt, magyar vonatkozása is van, hát ő is harcolt a II. Világháborúban, és Székesfehérváron ápolták kórházban a sebesülése után. Minden orosz megpróbálja kimondani sikertelenül azt, hogy Székesfehérvár, ugyanis a nyáron hivatalosak voltunk a Fatyanov 100. születésnapjára szervezett ünnepségsorozatra. Én, mint Fatyanov magyar műfordítója és előadója, azt gondoltam, hogy valami kis lokális rendezvény lesz. Hát Moszkvától 300 kilométerre Vjaznyikiban, a Vlagyimiri régióban egy akkora ünnepségsorozatot tartottak, ez az egész megyére kiterjedt, és 4 napon át tartott, sok színpadon felléphettem én is. Az volt az izgalmas nekik, ez egy egzotikus dolog volt, hogy egy ilyen nyelven, mint a miénk, amit ők abszolút nem ismernek, meghallgatják az általuk ismert dalokat. És ezek a dalok csodálatukra nagyon jól szóltak magyarul. De hát miért szóltak jól? Azért, mert sokat dolgoztam velük, tehát versben ritmizálni és dalban az egészen más, hiszen dalban a szakasz hangsúlyoknak és a hangsúlyoknak mindig ugyanoda kell esni, mint az eredetiben, különben azt nem lehet énekelni. És nagy népszerűségre sikerült ott szert tenni orosz
az orosz vidéken, hát erre életemben nem gondoltam volna. Ez teljes véletlen, hogy ezzel is foglalkozni kezdtem, de hát a Pityeri Vászka történet után, miután a Pécsi Egyetemen működő orosz központ vezetője, Végvári Valentyina megismerte az én működésemet, ő javasolta, hogy próbáljak ettől a szerzőtől is fordítani, és ennek az eredménye lett például ez a kapcsolat. És érdekes, hát ezek a folyamatok, ezek gerjesztik egymást és önmagukat, mert ott pedig sikerült megismerkedni egy olyan mai és nagyon friss hangvétellel író zeneszerző énekesnővel, akinek kiváló dalai vannak, és most a közelmúltban kezdtem azokat is fordítani, és nagyon jól szólnak magyarul, és nagyon modernek, nagyon nekünk szólnak. Nagyon szeretném, hogyha egy egész lemezét is lefordíthatnám, és egyszer megszólaltathatnám magyarul. Senki sem gondolná, hogy azok bármilyen idegen nyelvből valók. Nagyon kiválóan beszél, és ugye kiváló előadó művész, ezért Kazinczy éremben részesült. Mikor történt ez? Ez 1976-ban, azt hiszem, tehát még nagyon régen. Hát a szép magyar beszédért adják ezt az érmet. Különböző fokozatok, illetve nem fokozatai, hanem különböző korosztályai vannak. A legfiatalabbak már gimnazista korukban, és így tovább szerezhetik meg. Az előadásai során akkor történt ennek az értékelése, vagy felfedezése, vagy hogy volt ennek a körülménye? Nem, ez még gimnazista koromban történt. Azóta viselem büszkén, és hirdetem a szép magyar beszéd fontosságát. Remélem, hogy sikerrel. Van még egy dolog. Az irodalom ugye művészetek közé tartozik, aztán a fotóművészet is a művészetek közé. Van egyfajta kapcsolódás, csak érdekes, ha azt mondom, hogy térképekkel foglalkozik. Úgy hirtelen fölmerül az ember, hogy miféle kapcsolódás vagy közelet a kettőnek egymáshoz. Jól mondom, hogy ortofotókészítéssel foglalkozik egyébként? Vagy hogy van ez a történet? Mert nagyon érdekesek ezek a légi felvételek, meg a városokról készült, tehát nagyon vizuálisak, nagyon interaktív jellegűek. Igen, mondhatom, hogy ez egy gyönyörű kitérő volt az életemben, amikor az irodalomtól, a művészetektől eltávolodtam, és egy kicsit a tudományhoz fordultam. 1995 és 2010 között működött egy Székely és Társa nevű könyvkiadó, ami az enyém volt, és eredetileg ortofotó kiadásra szakosodtam. Térképészeknél láttam meg ezt a szakanyagot, amit ma már mindenki ismert, mert a Google nyilvánossá tette a földképének a részleteivel és a nagy felbontásaival, de amikor én megláttam, akkor ez még nem létezett, csak térképészeti szakanyagként, és azt mondtam, hogy ez olyan gyönyörű, hogy ezt közkincsé kell tenni. És így indult el a 90-es évek közepén. Természetesen szülővárosomról, Pécsről készült az első ortofotó térképes atlasz, meg aztán még egy későbbi kiadás, és máshonnan is persze, főként Budapestről és az ország különböző tájairól és városaiból. Nagyon nagy élmény volt nekem is, és a közönségnek is, mert nem láttunk még ilyet, és ez is egy... Ugye azért van ám ennek is költészeti előzménye, nem az enyém, csak gondoljunk Radnóti Nem tudhatom jára. Hát, és ha megint a Kárpát körútra gondolok, akkor azt mondom, hogy a földrajz az nagyon fontos nekünk. És a történelmi szemléletünkhöz is, és a kiállításban pedig a történelem, a földrajz és az irodalom hármas egysége számomra elengedhetetlen. Már is megvan a kapcsolódás. Abszolút, abszolút. És mivel az előadásban, abban a műsoros tárlatban, abban az dalokat is tettünk, ezért már ott van a zene is. Nem tudom, elhangzott el az elején, hogy ez a Kárpát körút 777, ez a vándor kiállítás, ez egy országos bemutató körútra indul, és Pécsen van az első állomás. Ezek pedig ugye az Apáca Művelési Központban látható. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és további kiváló munkákat és írásokat kívánok. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, Önök az Ismerős látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!